Egész életét a postán töltötte, oda vitte édesanyja már pár hetes csecsemőként, és onnan is megy majd nyugdíjba, Deák Anna. Az élete a posta. Ezt bizonyítja az is, hogy saját, féltve őrzött emlékeiből kiindulva, lelkes gyűjtőmunkával létrehozta az ország első postamúzeumát Gernyeszegen. Családjában a levelek, küldemények, táviratok iránti elkötelezettség még korábbra nyúlik vissza. Az első posta Sáromberkén a dédszülei házában volt. A postán születhettem meg, mivel hogy édesanyám ugye a postán dolgozott. A posta annak idején, amikor én születtem, az egybe volt a telefonnal, a távirattal, abszolút minden egy központban volt, és akkor ugye amúgy mindent megtanultam gyerekként, mert ugye ahogy nőttem, pont a Sáromberki, mondjam azt, hogy a Sáromberki postán nőttem fel, az iskolánk a posta szomszédságában volt, és akkor bármikor egy kis szünet volt, akkor mindig anyukám, ha bent volt szolgálatban, mindig befutottam hozzá, nagy büszkén persze a többiek mellett, hogy ugye hát én nekem szabad bemenni a postára, és ott délutánonként pedig azt is ott töltöttem, mivel ott tanultunk. Anyukám ott segített, ugye ott kellett tanulni, ott kellett lenni, hát mindent tudtam a postával kapcsolatosan, de biztos, hogy a számtancsa verseket azt nem. Az nem jutott el a tudatomig. Na, és akkor így ezt látván, ugye valahogy egy ilyen szépséget láttam benne, ugye az embereket ki kellett szolgálni, telefonon, leveleket ugye kaptak. Annak idején a katonaság, ugye mentek a fiatalok, édesanyák várták a levelet. Én mindig emlékszem vissza, hogy postás, annak mikor alig jött ki a postáról a biciklivel, már rögtön leállították, hogy van levelünk, hát egy kicsi vicces postásunk volt, az mindig adott egy-egy fa levelet nekik. Úgyhogy fel volt készülve, még ha nincs is, akkor is egy kis öröm volt, az jaj, van leveletek, itt van, kérem, egy-egy fa levél mindig volt nála. Na, úgyhogy így kezdődött. Igaz, az iskolát, amikor elvégeztem, nem a könnyűiparba folytattam, nem a postán, és az élet úgy hozta, hogy visszakerültem, csak visszakerültem egy pár év után a postára. Nehogy volt egy lehetőség, és akkor megragadtam? Volt egy lehetőségem, igen, megragadtam. Az, hát mint telefonista, akkor annak idején úgy kerültem vissza, mivel megszületett a fiam, akkor szerettem volna nagyon közelébe lenni otthon. Akkor hazajöttem, volt egy hely a telefonon, központban, akkor telefonistaként, majd utána átmentem a postára. Ez is, és aztán ott ragadt, ott ragadtam a postán. Itt ragadt, vagy nem is tudom, hogy ezt így hogy kell fogalmazni. Hát ugye egy 30 éves régiségre nyúlik majd vissza, ez, hogy a postán vagyok. Itt most a gernyeszegi postán, igen, vagyunk. Hogy került Gernyeszegre? Hiszen Marosvásárhelyen él, bár nem Vásárhelyen, igen, kezdődött az első szerelem a postával, az, ne, is egy falusi posta, ne, volt, más körülmények voltak, majd, igen, mindjárt beszélünk arról is, hogy, igen, a postás falun az milyen szerepet töltött be, illetve milyet tölt be ma. Igen. Mert változott, de azért vannak nagyon közös dolgok még. Vannak. Hát az volt, hogy ugye én Sáromberkén voltam a postán otthon, ugye ott volt, akkor még ott laktam Sáromberkén, akkor nekem az könnyű volt. Aztán utána itt volt egy lehetőség Gernyeszegre, már itt előbbre tudtam lépni, mint a postásságról majd tisztviselőként, ugye tudtam, mivel Sáromberke az egy kisebb központ, nem tudtam annyira fejlődni előre, akkor ide jöttem. Vizsgáztam, akkor sikerült ide, és azóta itt maradtam. Hát nem pont itt, de maga az elhelyezésem az itt volt a gernyeszegi postán, majd Maros-Szentgyörgyön helyettesítettem, Marosvásárhelyet helyettesítettem, mivel hogy ugye tudtam annyi éven keresztül, könnyű volt bármelyik postahivatalnál szolgálni tovább. Ennek ellenére, hogy beköltöztek a városba, mégsem oda igyekezett be. Miért maradt itt? Hát, a munkahelyét tekintve. Munkahely, hát egy ilyen kisebb közösségbe sokkal családiabb a hangulat. Ugye itt falun mindenkit ismert. Ma a Vásárhelyt, ugye már ott már egy ilyen modern világ van, ott már az emberek egy kicsit olyan, ugye nem ez a közösségnek híve, hanem azt mondta, hogy elmentem a postára, elvégeztem a dolgomat, el is mentem. Itt meg egy ilyen családi
környezet van, ugye bejön, megkérdi, hogy vagy, ismerem, tudom azt, ha beteg, ha valami, bármit tudok ugye róla, mi, vagy nem bármit, hanem majdnem mindent tudunk róla, és akkor úgy már egy ilyen családi környezetbe, és sokkal jobban szeretem. Biztosan azért is, hogy így ebben nőttem fel. Manapság is faluhelyen, például itt Gernyeszegen megvan ez a közvetlenség az emberek között, illetve a postással, vagy bármilyen tisztviselővel. Meg. Bejárnak, tudni beszélgetni is akár? Van úgy. Igen, vagy van úgy, hogy nyitva van a posta ajtaja, ugye a hivatalnak az ajtaja, akkor bejön azért. Hát csak megjöttem, nézem meg, hogy azt mondja, nem láttam már rég a múzeumot, akkor azért is bejönnek. Vagy megkérdik, hogy hogy vagyunk. Vagy megkérdik pontosan, nem tudom, hogy van-e számla, vagy valami nekiek. Úgyhogy van, nagyon. Eléggé szolgálat igénylik a postát. Ezáltal ismeri is a falubelieket, és tudja minden gondjukat, bajukat. Igen. Hát azt kell tudni, hogy ugye Gernyeszekhez 6 falu tartozik. Nem csak Gernyeszek, hanem ugye van Körtvéfája, van Kisíje, van Kisszederjes, Csinád és Kisíje. Jára, azt kihagytam. És ők is mind ide járnak ügyintézni? Így van, igen. Mi szolgáljuk ki, bármi levéllel, ugye pénzileg, nyugdíjt, mindent rajtunk keresztül. Küldenek-e még manapság az emberek levelet, hagyományos levelet? Nagyon keves. Például az én 10 éves gyerekem az úgy nem is nagyon tudja, hogy milyen az a hagyományos levél, ugye kell neki magyarázni, hogy mi az, hogy bélyeg például. Tehát ugye a mai gyerekek nem is igazán találkoztak ezzel, de léteznek még azért ezek a dolgok. Kevésbé, sajnos. Most már ugye a technika az előre haladott, ugye hát most már üzenetet küldünk telefonon, vagy bármi mást igénybe vesznek, de a postát az már kevesebbet. Amit sajnos én hiányolok. Mivel, hogy nem mindegy, hogy elveszed azt a levelet, vagy azt a képes lapot a kezedbe veszed, megnézed, akkor úgy avval az illetővel, aki neked azt szánta, írta, úgy együtt érzel. Ugye a kezeírását, a bármit, úgy lélekben közelebb vagy, mint azhoz, hogy elolvasol egy SMS-t. És utána elteszed adott esetben ezt így a képeslapot, és ezt még elő tudod venni. Na most már ugye a technikán, hát most mit mondjak, ott vissza kell majd vigyed, vagy letörlődik, vagy valami, az már eltűnik. De ezt biztosan, ha egy vitrínbe kitrakozz, vagy bárhova, vagy van úgy, hogy véletlenül a kezedbe kerül, Istenem, megint ott van veled az az illető. Egyáltalán lehet kapni manapság, mondjuk a postán, mert hát hol máshol képeslapokat. Igen. Lehet találni bármilyen, ugye, eseményre, születésnapra, húsvétra, karácsony, mindig a posta föl van töltve bármivel. Képes van rá igény? Szoktak küldözgetni? Van. Hát általában ugye, amikor valamilyen ünnepé van, akkor lehet tudni, hogy húsvétkor már kevesebben, de azért van. Azért az idősebb generáció az még ezt a hagyományt őrzi, aminek persze örvendünk. Ugyanakkor ön is az előbb beszélgettünk, és elmondta, hogy manapság van olyan személy, aki bejön a postára, és szeretne egy levelet küldeni, vagy munkahelyi kötelességből el kell küldenie egy levelet, elküldik vele a postára, és igazából nem tudja, mit kell kezdeni vele. Ez így igaz. Amikor bejönnek, hát az első kérdés, hová írjam, melyik felére, akkor ugye ez mindig el kell mondjuk, mind a mellett, hogy én ezt egy kicsit valahol úgy gondolom, hogy mindenki kellene tudja. Mert az szép, az iskolákban ugye, én azért is csináltam ezt a múzeumot a gyerekeknek, hogy ne felejtsék el azt, hogy is volt, és hogy is kell használni azt a borítékot, hogy kell elcímezni, hogy kell lepecsételni. Annyira szeretem, amikor a gyerekek bejönnek, és akkor megengedem, hogy ők pecsételjék le, ugye a levelet, akkor már nagy boldogon látszik az arcukon, hogy milyen boldogok, hogy na most azt ők rakták rá. Ezt szeretném azért meg, hogy ma őrizni. Mikor született meg ennek a kis múzeum létrehozásának a gondolata? Mert hát, amint elmondta, ez az ön saját kezdeményezése volt, ez nem egy fentről jövő utasítás, nem semmi, hanem
Úgy ön egyszer csak úgy érezte, hogy valamit kéne csinálni az értékmentés. Így van, ez úgy van, amikor ugye felbomlottak a posták, ugye szétvált a telefon, a posta, teljesen más vezetőségük lett, akkor kezdték a dolgokat összeszedni, ugye már nem volt szükség rájuk, már nem igényelte senki. Na hát akkor voltak olyan darabok, ami nekünk, édesanyámnak is, nekem is, ugye a régi időket felidézte. Hát akkor nem engedtük, nem dobtuk el. Azt mondja, édesanyám, na, de mert még sose lehet tudni, mindig ez volt neki a szava. Még sose lehet tudni, majd meglátod, valahol felhasználjuk, valahol mikor jó lesz. Amikor aztán láttam, hogy annyi minden összegyűlt, és azért álmodoztam egy olyan, hogy azt kár lenne nem nyilvánossá hozni. Ugye ez nekünk is csak azért, hogy ott a porlepje azért az, mi tudtuk, hogy mi az, szerettem volna azokat úgy bemutatni, vagy egyáltalán összerakni a darabkákat, és kihozni azt a régi időt. És akkor így megszületett. Hát ennek van nagy jó pár éve. Hogyan kezdődött? Tehát az, hogy ami otthon volt, azt összeszedte, megnézték, hogy pontosan mi is van, és aztán kiderült, hogy ez otthon tartani sok, de egy ilyen kis múzeum résznek mégiscsak kevés. Tehát még hát ez úgy van, hogy hozzá. Itt, mikor ide visszatettek, akkor azt mondták nekem, hogy na most itt végleg itt maradsz. Mivel, hogy Marosvásárhelyt voltam a postán, akkor onnan visszajöttem ide, mert az itteni lévő kolléganő az nyugdíjba vonult, és akkor ide visszaraktak. Hát, mikor ide visszaraktak, akkor mondom, fel kellene már újítani ezt a kis postahivatalt, akkor a néptanács a polgármester segítségével sikerült ezt megvalósítani, amit ők besegítettek nekünk ide. És akkor itt úgy kell elképzelni, hogy itt volt egy telefonfülke, egy fal. Mert ugyan az megszűnt, akkor itt el volt egy fallal ugye választva. Na, azt lebontottuk. Mikor lebontottuk, azt mondtam, hát ezt kár lenne nem kihasználni. És akkor a szikra kipattant, hogy ez a hely, ez direkt ennek van. És akkor kezdtem összeszedni a dolgokat. És akkor, úgy, ha már van egy ruhadarab, akkor kellene hozzá egy kis nőci is, ugye a postást is, ugye, hát kár lenne csak úgy felakasztani. Jobb lenne, ha igen, válfára, ugye, akkor felötöztettük őket. Na most már ezek a butorzat, az itteni, a gernyeszegi butorzat, azt ugye kicserélték. Na most már ezt sajnáltam volna tovább, mit tudom én, összetörni, mert hát mi lett volna a sorsa, persze, hogy elveszett volna. Na de hát azokon lehet látni a leveleken, ott van alól mindegyiknek írja a falvakat. Úgyhogy azt szerint voltak, hogy igen. Na most már azt kell tudni, hogy abba az postás zsákba megérkeznek a levelek, azt beöntöttük, hát kiöntöttük abba a kis ládába, és abból a ládából a postás ugye szétosztotta falvakra a leveleket. És úgy adta tovább igen. Annak a kézbesítőnek. Akkor jött, igen, a kézbesítők, a postásaink jöttek, és akkor mindenki az ő maga falvához illő kis rekeszekből kiszedte a levelet, és akkor az szerint aztán majd indult az útra. Lehet látni a táskát, a postás biciklivel, eredeti bicikli, a postás bicikli, azt kell tudni. Miben más egy postás bicikli, mint egy akármilyen normál bicikli. Most már és az szerintem semmiben, csak az, hogy mentálisan a régi, ugye akkor az orosz biciklik azok voltak, azokat ugye akkor kapták a postától. Tehát az azért a szolgálati jár. Így van. Minden postás akkor kapott egy szolgálati biciklit. Uh-huh. És ez zöld volt mindig, vagy ez most... Nem volt az, ez nem volt, ezt most zöldre mi lefestettük, mivel hogy ez a fajta bicikli az eredetileg zöld volt, akkor mi visszafestettük az eredeti színére. Na de hát ott majd lehet látni a bicikliket, ami az eredeti, a régi fényképeken, az ön háta meget lévők, ott vannak, ugye a biciklik, a postás biciklik, ugyanez ez a változata, ami itt van nekünk is. Táskák, az egyenruha, ugye, azok mind. És a postásnak kötelező módon kellett tudni biciklizni, vagy ez nem is volt kérdés? Hát az szerintem nem volt kérdés. Amúgy így ennyire részletesen tényleg nem tudom, de szerintem mind tudtak. De igen, mind.
Ez inkább női, vagy inkább férfi foglalkozás volt, vagy nem? Ez vegyes volt, nehem lehet, de azért egy férfi ugye könnyebben tudja ezt megcsinálni, mint egy nő. Mivel hogy kellett ugye annak idején súlyokat cipelni, csomagokat kellett vinni, leveleket, ugye, és az lehet látni a hátam meg, elég nehéz táska, megrakva, ugye a csomagokat kiszállították, falvakba kellett menni, egyik falutól a másikba, úgyhogy nem könnyű. Újságokat is újságokat. Voltak, és az nem volt igen, könnyű. Igen, rengeteg újság volt, akkor többen rendeltek újságot, mert hát más hír összeszedni, ugye nem volt honnan. Újságon keresztül ugye tudtak meg mindenfélét. Most már ugye az internet, a mai modern világban több esély van ahhoz, hogy információhoz jussál. Annak idején nem volt. És milyen nagy kincs volt az, hogyha valaki kaphatott egy külföldön megjelenő lapot, valami hát nőkapját, ja, vagy valami hát hasonló. Az nagyon, így igaz, hát azok külön voltak becsomagolva annak idején, akkor azt már mindenki arra ráfigyelt, hogy na ez most már egy külföldi. Igen, így igaz. Azért ritkaság volt, de gyönyörű volt, amikor tudtuk, mert mindig édesanyám mondta, hogy na nézd meg, ez most külföldről, tehát el nem tudtam képzelni amúgy, most már tudom, de annak idején ugye én csak wow, ennyit tudtam. Szép volt, fényes volt a papír, szép, igen, jó illata volt a csomagnak. Igen, meg a bélyegek, ugye azok már másak voltak, ugye ők nekik, nekünk kisebbek voltak a bélyegek, ők nekik meg egy nagyobb bélyeg volt, akkor ilyen-olyan ábrázatok voltak, hogy tudom én, egy-egy épület, vagy egy valamit, ugye, és akkor azon tudtunk mi nagyon-nagyon sokat ugye csodálkozni. Na és hát akkor térjünk vissza, létrejött ez a kis múzeum, ami folyamatosan bővül. Honnan kerülnek ide? Mert hát azt említette korábban, hogy ami otthon volt az már itt van egy jó ideje, de közben az elmúlt hónapok során is bővült a gyűjtemény. Hát így igaz. Na most már technikának persze köszönhetően, ugye több emberhez el tud jutni a kérésem. Én meghirdettem egy olyasmit, ahol a kommunista rendszerből lévő tárgyakat árusítsák, ugye, cserélnek. Azon én megkértem, hogyha valaki tud segíteni a posta és a telefonhoz álló dolgokkal, akkor megkérem a segítségüket. Sajnos nagyon kevés. Ezeket, amiket össze tudtam szedni, ezek még olyan, hogy ami itt Maros megyében lévő telefon dolgok, ugye az a régi telefon, ami 100 lejes érmével működött, akkor ezek a kis táblák, amik ugye minden telefon fölé föl voltak téve, hogy igenis itt telefon van. És én még remélem azt, hogy majd több emberhez eljut, és majd nekem még küldenek, segítenek rajta. Azt mondta korábban, hogy például a telefonkészüléket, egyik-másikat, azt megvásároltam. Megvásároltam, igen, készpénzzel, azt meghirdették. Nagyon-nagyon nagy szerencsém volt, és köszönöm azoknak, akiktől vettem a telefont, mert én elmondtam nekik, hogy én azt az árat, az ők árukat, amit ők kérnek azért a telefonon, én nem tudom megadni. Ha én felajáltam egy ennyi összeget, tudok adni, ha gondolják, én nekem nem kell, azért kell, hogy én kereskedjek, hanem egy múzeumban lesz kirakva. És akkor így leengedték. Így mindig az volt az egy kérésük, hogy elküldjem a képet róluk, amikor megérkezik a telefon, ugye kirakva a múzeumban, és avval ők egy bizonyos összegír, akkor mondhatnám fele áron nekem adták. Ki segített önnek ezt a múzeumot berendezni, illetve szinten tartani? Hiszen azért ez egy hobbi igazából, hát jól értettem. Tehát ez nem a munkája része. Így van. Hát nagyon-nagyon szépen köszönöm a fiamnak, aki ő aktívan részt vesz, bármit kérek tőle. Mindig mondom, gyere légy, sziaszkőle, kaptam, nézd meg, tegyük föl, akkor jön, segít ő. Ugye a kollégáim is besegítnek, mivel még van két postásom, akik itt vannak, ők is jelen. Ugye azért nem könnyű, mert ugye takarítani kell, letörölni, mert
ezek a tárgyak ide ki vannak téve, de bizony gondozni kell, és rá kell azért figyelni. Ők is segítenek, és én remélem, hogy mi van egy postás kollégámhoz eljut. És majd ők is, hogyha van nekik is valami, ők is akkor segítenek. Pecséteket ugye kaptam, amiket a posta küldött kollégák, azt az őzes képet, amit ugye németül ír, azt is ők küldték, a többit azok nekem megvoltak. Érdekes, hogy olyan rég félretették és összegyűjtötték, mintha tudták volna, hogy ennek lesz egy küldetése, egy szerepe. Igen. Hát semmi sem véletlen, ez így igaz. Azért nekem sokszor megfordult a fejembe egy ilyesmi, de nem gondoltam, tényleg nem gondoltam volna az, hogy ennyire így össze tud jönni. Na, mindig mondtam, de mindig viccből is mondtam, tényleg, azért mondják, viccnek, minden viccnek fele való. Viccből mondtam mindig, hogy milyen jó lenne te ezt a szekrényt kitenni, egy múzeumot csinálni, vagy milyen jó lenne ezt megörökíteni. Ugye olyan dolgok vannak, hogy amit a mai világban a posta például nem használunk. Ugye a szekrényeket nem használjuk. Még a régi postákon lehet látni ezeket a szétosztó kis fiókocskákat, ami nem ez a fajta, hanem már a modernebb változata. Csak így, csak modernebb. Ez pedig az eredeti. Ezt úgy kell tudni, hogy a 69 óta így. Nem volt festve, az eredeti festék van rajta 69 óta. Ugye ez a szék, amin én ülök, ez is. Ez igen. Hát annyiszor én nézem ezeket a tintás üvegeket, hogy azok az is egy külön dolog. Az is egy külön dolog. Ebbe kaptuk annak idején a tintát. Ugye lehetett tudni, hogy pennával írtunk, ugye voltak is hegyek. Én emlékszem, másztunk fel az asztalhoz, hogy írjunk. Örökkétig tintásak voltunk, mert hát milyen a gyerek. És most így visszanézve, visszagondolva ezekre a üvegekre bizony, nagyon-nagyon sok szép emléket felidéz. Most már, hogy egy tintával nem hiszem, hogy írnának, pedig jó lenne, mivel hogy az írást az nagyon szépé varázsolja. Nagyon oda kell figyelni, ugye nem úgy van, mint egy más tollal. Igen, de már lassan kézzel is alig írunk, nem volt tintával. Ez van, így igaz. Ugye hát a telefont is lehet látni, ugye most már nem ilyent használnak. A gyerekek mindig megkérdik tőlem, hogy lehetett rajta beszélni? De tényleg? Annyira, azért szerettem ezt kirakni, hogy azért ne felejtsük el, mert múlt nélkül nincs jövő. Nem kérdezték meg, hogy ez mi? Az mi, és az mi, mondjuk ott esetben. Volt, például a mérlegnek. Uh-huh. A mérleg az, amit nagyon csodáltak, akkor ugye megengedtem azt, hogy a súlyak, hát ugye egy csomagot kihoztunk, és akkor a súlyjal megmérik, és akkor ők számítsák ki, hogy hány kiló. Úgyhogy az nekik is egy élmény volt, amit nem ismernek, ugye. Most már digitális mérlegek vannak föltesztve, már ugye árat mindent megmond. Annak idején meg nem, ki kellett mindent számítani a posta. Ugye megvolt egy bizonyos összege minden kilónak, és akkor az szerint számolták, mert ugye nem mutatta ki nekünk eredetileg, hogy mennyit fizettek. A mai gyerekeknek azt gondolom, hogy még az írógép is. Igen, az írógép is. Ők azt se tudják, hogy ezt mire lehet használni, igen, mire van. Nagyon-nagyon sok akta, papír megtalálható az asztalon, ami géppel írott. Mert ugye annak idején, most már e-mailt küld nekem a posta, a modern posta, annak idején meg géppel leírták, amit szétküldtek minden postának. És azt úgy kell tudni, hogy minden postának külön kellett legépelni, mivel ugye nem lehetett azt lemásolni, nem eredeti volt. Eredeti, így igaz,